Tavaly országosan 182 000 család jutott tüzelőhöz a programnak köszönhetően. Idén a 3800 lakosú Kállósemjén közel 10%-ának tudnak segíteni a téli tüzelőanyaggal. 4.991.000 forint összegű támogatást nyert el az önkormányzat, ez 262 köbméternyi tűzifát jelent. A település vonatkozásában az elmúlt évekhez hasonlóan az idejében is megpróbálunk közel hasonlóan több mint 360 családnak segítséget nyújtani ezzel a téli tüzelő kiváltásához. Reméljük, hogy január végén, legkésőbb február 15-ig minden család megkapja ezt a tüzelőanyagot. Azt még el kell mondanom, hogy ezen tüzelőanyagot az önkormányzat saját járműveivel kiszállítja a lakosok számára. A fa már megérkezett, várják a kérelmeket. A polgármester hozzátette, a településen nagyon jó fogadtatása van az akciónak, hiszen a helybeli lakosok minden egyes segítségnek örülnek. Az önkormányzat a kapott mennyiséget minél több felé próbálja osztani, hogy mindenkinek jusson. Bákonyi Jánosné családjában 7-en élnek csekélykeresetből, így nagyon nehéz megoldani a téli tüzelőt. Ők minden évben igénybe veszik ezt a lehetőséget, most is körülbelül 5 mázsa fára számítanak. Sok fára van szükség, hát most vagy nem tudom, vagy 80 mázsát igény vettünk körülbelül, aztán majd még muszáj lesz a jövő hónapban is rendelnünk, aztán minden évben, de így jó, hogy lehet támogatásra faigénylése beadni. A szociális célú tűzifa támogatást Kállósemjénben is azok a családok kérhetik, akiknek a háztartásában együtt élők egyfőre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 130%-át, ami 37.050 forint, illetve egy személyes háztartás esetén a 250%-át, ami az idei évben 71.250 forint, és a háztartás tagjainak egyikének sincs vagyona. A kérelmek elbírálásában előnyben részesítik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket nevelő családokat, illetve azokat, akik a szociális ellátásról szóló törvényben meghatározott támogatásra jogosultak. A támogatási kérelmeket a településen január 18-áig várják.